Ebben az adásban az élelmiszerbiztonságról lesz szó, és az is kiderül, hogy ebből a szempontból melyik a legbiztonságosabb ország. Ezek a rangsorok nem egyöntetűek, de az biztos, hogy ha az amerikaiak csinálják, akkor az USA a legbiztonságosabb terület, és a második Kanada, és az EU csak harmadik. És azt is megnézzük, hogyan jelennek meg új technológiák az élelmiszerbiztonság területén. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy a gyártók fognak előbb-utóbb annyi szenzort alkalmazni. Ezeket valószínűleg automatizáltan fogják egyre többen működtetni, és ezeket a szenzorokat lehetne egy rendszerbe kötni. A bioterroristák pedig nem repülőgépeket térítenek el, hanem... szalmonellát tartalmazó folyadékot salátabárokban locsolgattak szét, és több száz ember került kórházba. Kassa Gyula a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöki megbízottja, és a Szent István Egyetem élelmiszertudományi karának címzetes egyetemi tanára lesz a vendégünk. Iratkozzatok fel, mindjárt kezdünk! Sziasztok, én Habci vagyok. Én pedig Robi Laci. Az egyik vízünk kapcsán, vagyis hát inkább utána merült föl az a témajavaslat, hogy élelmiszertudománnyal, élelmiszerbiztonsággal, meg úgy általában a kajákkal valahogy foglalkozzunk, ugye, Laci? Ez lehetne az első kérdés, hogy melyik volt az a kvíz, de nyilván az, amikor a kaja útját kísértük végig az emésztőrendszeren. Azután nagyon sok kérés jött, hogy mi lenne, hogyha a kajákra még visszatérnénk. Lehet, hogy nem pont emésztési célzattal, igen, de valamilyen formában nézzünk egy kis élelmiszertechnológiai vonalat is, vagy élelmiszeriparit legalábbis. Úgyhogy hívtunk egy vendéget, aki ennek a témának az egyik, vagy hát hanem a legjobb ismerője. Kassa Gyula ül itt velünk a stúdióba, szia! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást! Már csak azért is jó, hogy itt vagy, mert te két frontról is jól rálátsz az élelmiszerekre, illetve az élelmiszerbiztonságra. Egyrészt ugye a Nébihnél vagy elnöki megbízott, majd ezt lehet, hogy kifejtheted, igen, hogy ez mit akar, illetve a, majdnem Corvinus mondtam, a Szent István Egyetem élelmiszertudományi karának vagy még címzetes egyetemi tanára. Így van. És élelmiszerfogyasztó is vagyok. Ja, hát ez végül is mindannyian. Ez a harmadik oldal. Az vagy, amit megeszel, de nálad ez úgy látszik, hogy nagyon kiteljesedett. Mit csinálsz te a Nébihnél, vagy mit csinál a Nébih? A Nébihnél elnöki megbízottként dolgozom, a Nébih pedig a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalként az élelmiszerek biztonsága felett törködik, és ez a szerepkör az elmúlt időszakban nagyon sokat változott. Elindultunk onnan, hogy egy nagyon komoly járványügyi helyzetben volt Magyarország az 1800-as évek közepén. Ja, azt hittem, a madárinfluenzára fogsz. Ez még nem az volt. Igen, ebben most vagyunk benne, de úgy gondolom, hogy már a vége felé járhatunk, bízom benne legalábbis. És az elmúlt időszakban nagyon sokféle szerepet kellett, hogy betöltsön. Amikor sikerült megteremteni ennek a járványügyi helyzetnek a felszámolásának a lehetőségeit, utána rögtön egy, utána kettő világháborúban találtuk magunkat, és a magyar haderőnek nagyon fontos része volt a katonaló, mint a vonóerő a hadseregben, úgyhogy ez is egy feladata volt a hatóságnak, hogy ezeket az állatokat életben tartani, és harcképes állapotban tartani. És ezzel az akkori Nébih foglalkozott? Igen, mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ugyanez a hatóság most már 130 éve működik, különböző neveken futott, ahogy említetted. De lehet, hogy belét folytattam ott a szót, mi volt az 1800-as években ez a járvány? A keleti marhavész járvány tombolt, és a marha volt az egyik legfontosabb exportcikkünk, úgyhogy ez eléggé megviselte az akkori kor gazdálkodóit, földtulajdonosait, állattenyésztőit. Viszont nem volt elterjedt az állomány szintű megelőzés felügyelet, és a kényszervágás sem, tehát általában annyit tettek az emberek, hogyha egy beteg állat megjelent valamelyik gazdaságban, hogy elkezdtek imádkozni, vagy legfeljebb azt az egy beteg állatot elkülönítették, de az, hogy mondjuk egy ilyen védőzónát kialakítsanak, ez teljesen idegen gondolkodás volt akkoriban. Ja, de hát akkoriban, ha jól emlékszem, még nem is nagyon álltunk ott tudományos téren se, hogy tudjuk azonosítani mondjuk a kórokozókat, vagy ezeknek a pontos lefolyását, hatásmechanizmusát. A tudomány egy picit előtte járt azért a gazdálkodásnak, és ezeket az ismereteket szerették volna minél hamarabb a hatósági gyakorlatba átültetni, és ezt az ellenállást kellett végül is leküzdeni,
és hát ez olyan eredményesen sikerült, hogy ezt a betegséget föl tudták számolni, és ahogy említettem, ezután a 130 évig végül is egy működő rendszer produkált, és reméljük, hogy a következő 130 év is ezzel fog eltelni, hogy nem változik alapjaiban ennek a hatóságnak a működése. A második világháború után az élelmiszer hiány jelentett gondot, itt ugye különböző okok miatt átszervezték az élelmiszer termelést, ez nagyon sok emberi tragédiával is együtt járt. Erről szólt például a Tanú című filmnek a híres kezdőjelenete. Igen. Embertelen állapotok uralkodtak, és aztán lassan-lassan rehabilitálták az ezen a területen korábban dolgozó szakembereket, és ez oda vezetett, hogy a 70-es évekre Magyarországon nemzetközi mércével is kiemelkedő színvonalú mezőgazdaságot, élelmiszeripart lehetett építeni. Az egyik legfontosabb exportcikkünk akkor is az élelmiszer volt. Ezt rögtön három minőségi kategóriában is elő tudtuk állítani. Egy közepes minőségűt Magyarországra. egy, mondjuk azt, hogy egy silányabbat a baráti szocialista országok felvevő piacai. Akkor nem amilyen volt nem, a silány, jó? Nem. és egy kifejezetten prémium minőséget, amelyet kemény valutáért tudtunk a haldokló nyugat torkán letömni. Ezt követően a rendszerváltozás jelentett egy olyan kihívást, hogy gombamód jelentek meg a különböző cégek, és hát bizony meg kellett teremteni a piaci szintű piacgazdasági felügyeletnek az alapjait. Mondok példát is erre. Volt olyan, aki mondjuk egy lakatos műhelyt üzemeltetett egyik nap, és másik nap nyitott egy cukrászdát, és ugyanazok mentén, az elvek mentén állította elő a termékeit. Hát jó étvágyat, ahogy a sütihez. Jó keményen be volt csomagolva. Hát viszont, ha valaki nézi a kereskedelmi tévék híradóit, akkor ezek szinte a mai napig mindennaposak, hogy milyen állapotok vannak. Volt egy időszak, amikor szerintem a híradó másból se állt, csak hogy éppen milyen üzemeket tártak fel a hatóságok. Igen, a híradósok azt szokták mondani, hogyha van egy élelmiszerbiztonsági botrány, és aznap nem zuhant le egy repülőgép az indiai óceánba, akkor biztosan ez lesz a vezető hírünk, és ezt mi is tapasztaljuk. A Nébihen belül működik egy sajtós csapat, és hihetetlen számú megkeresést kapunk nap, mint nap. Persze az újságírói kör is nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, hiszen ma egy blogger esetleg elér több ezer vagy tízezer olvasót, míg mondjuk egy klasszikus, nagy nyomtatott újságnak lehet, hogy ennek a fele az olvasottsága a valóságban. Tehát nagyon átalakult ez a média tér is. Minden esetre mi mindenkivel igyekezni szoktunk megtalálni azt a hangot, hogy ő megkapja tőlünk azt az információt, amit igényel a saját anyagainak az előkészítéséhez. Mostanság mi az ilyen forró téma ezen a területen, vagy olyan populáris dolog, amiről sokat beszélnek élelmiszerbiztonsági körökben? Aflatoxin most nem nagyon van, az volt egy időben igen, a favorit. Igen. Hát talán az élelmiszer minőségről kezdtünk el beszélgetni, és szerintem épp ideje volt, ezt évek vagy év, most már lehet mondani, hogy évtizedek óta vártuk ezt az áttörést, és a gasztroforradalomnak rengeteget köszönhetünk, hiszen elkezdte érdekelni az embereket, hogy mi miből készül, mi lehet a következő minőségi szintje, hogyan lehet még kitűnőbb élelmiszereket, ételeket előállítani akár otthon is. Van igény erre egyébként, hogy van. A társadalom ezt szeretné, hogy minél jobb? Jó, hát nyilván ez egy egészséges hozzáállás, csak nem tudom, hogy ez így ennyire látszik-e. Van, érzékelhető. Nem lehet letagadni, hogy van azért egy erős törésvonal a társadalomban, és míg például a budapesti átlaglakos az abszolút Európai Unió átlag szinten él, azért Magyarország jelentős hányada EU-s átlag alatt van, mind fogyasztásban, mind jövedelemben, mind egyéb ilyen paraméterekben.
Nekünk nyilván az a feladatunk, hogy az is, aki egyébként az alsó polcról tud csak termékeket válogatni, az is nyugodt szívvel tudja a legális kereskedelemben megvásárolható termékeket a kosarába helyezni. Viszont pont itt lehet némi érdekellentét, nem? Hiszen akinek az az érdeke, hogy minél olcsóbban tudjon termékhez jutni, lehet, hogy annyira nem fogja érdekelni azt, hogy milyen minőségű, ugyanakkor az őket kiszolgáló gyártóknak is meg kell felelnie lényegében ugyanazoknak a standardeknek, tehát nem csoda, hogy a híradóban annyiszor vannak ezek a lebuktatott üzemek, akik megpróbálják kijátszani ezeket a rendszereket. Ez valójában több kérdés is volt, ha jól nem is kérdés volt, egy kijelentés. Egyrészt nem csak az a probléma, hogy az spórol az élelmiszereken, aki teljesen rá kényszerült erre, hanem minden évben végzünk egy ilyen fogyasztói felmérést, a Szent István Egyetemi Élelmiszertudományi Karán indult el ez a folyamat még a 2000-es években. Ez alapján azt tapasztaltuk, hogy az emberek jó része, bár megengedhetné magának, hogy ne a legolcsóbb termékek között válogasson, egyszerűen nem érzékeli az egyes minőségek közötti különbséget. Ez oda vezethető vissza, hogy a rendszerváltozás előtt az egész országban néhány százféle élelmiszercikk volt, tehát ezeket egyes szakértők 800-900-ra becsülik, legfeljebb 1000-1200-ra. Ma pedig egy tetszőleges hipermarketben egy adott pillanatban több tízezer élelmiszercikket megvásárolhatok, vagyis az egész ország összkínálata nem érte el ma egyetlen egy boltét. Ez egy olyan nagyra nyitott kapu, amihez a fogyasztók nem tudtak ilyen gyorsan alkalmazkodni, és ez egy másik ilyen érdekes tapasztalat volt, hogy az, amit gyerekkorban megtanulunk, nagyjából az kísér végig minket élelmiszerfogyasztóként az egész életünk során. A túró Rudi. Így van. Meg az anya főztje. Igen, igen. Pláne a anya túró Rudi főztje. Viszont ritka. Ugyanis az élelmiszervásárlás az egy meglepően rutin jellegű esemény, nagyon-nagyon alacsony tudati állapotban vagyunk, amikor termékeket teszünk be a kosárba, jellemzően nem is odafigyelünk, hanem a munkahelyen jár a fejünk, vagy az eszünk, vagy a családi problémákon gondolkodunk, úgyhogy nagyon sokat kell erőlködni a gyártóknak, hogy eljuttassák hozzánk a marketing üzeneteiket. Beszéltél arról, hogy honnan indult a Nébih, mi minden fenyegette az akkori élelmiszeripart. Szerintem rövidesen folytassuk onnan, hogy ma mi minden fenyegeti, illetve milyen potenciális egyéb veszélyforrások vannak, mint például a bioterrorizmus. A szertárt önerőből készítjük, így ha hozzá tudtok járulni a költségeink fedezéséhez és esetleg a technikai fejlesztésekhez egy jelképes havi összeggel, azt megköszönjük. A Patreonon minket támogató előfizetők ráadásul már csütörtökönként hozzájuthatnak az aktuális heti adáshoz. A Patreon oldalunk címe www.patreon.com/szertár. Köszönjük a támogatást! Az előző részből kiderült, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hatóság elődje valahol 130 évvel ezelőtt még komoly állategészségügyi kihívásokkal jött létre. Ma pedig már szinte mindent leküzdöttek, úgyhogy semmi más dolguk nincs a hivatalnokoknak, mint hogy mindenféle hülye minőségi szabályozást találjanak ki, és azt tartassák be. Úgyhogy ezzel töltik most az idejüket, jól értem? Van benne igazság, de sajnos ezeket nem mi találjuk ki itt Magyarországon, hanem a nemzetközi áruforgalom igényli ezeket a szabványokat. Magyarország egy kicsi, de rendkívül nyitott gazdaság, úgyhogy elemi érdekünk az, hogy minél jobb díleket tudjunk kötni ezekben az árucsere folyamatokban. Magyarországnak egy komoly erőforrása az a föld és állattenyésztés, amivel rendelkezünk, és erre épülve egy magas hozzáadott értékű élelmiszeripari termelést kell folytatni, és élelmiszereket kivinni külföldre, úgyhogy ez a célrendszerünk. Ezt próbálja a hatóság is elősegíteni azáltal, hogy próbál még az EU-n belül is egy kiemelkedő minőségű felügyeletet biztosítani. Ez számokban vagy rangsorban úgy néz ki, hogy ezek a rangsorok nem egyöntetőek, de az biztos, hogy ha az amerikaiak csinálják, akkor az USA a legbiztonságosabb terület, és a második Kanada, és az EU csak harmadik. Minden máshol maga felé nyúl a keze, ugyebár. Ha máshol csinálják ezt a rangsort, akkor az EU lehet, hogy becsúszik az első helyre, de mindenképpen dobogós helyen van.
és Magyarország az EU-n belül is a legjobb félhez tartozik, és ez azért nagy szó, mert az egy, mondjuk az ehhez a teljesítményhez felhasznált erőforrás viszont messze nem indokolná, hogy ennyire elismert legyen a felügyelet. Ez azt jelenti, hogy a Föld minden országa elfogadja gyakorlatilag a magyar hatóság véleményét. Az más kérdés, hogy egyes államok, mint például Oroszország, USA vagy Japán azért saját hatósági felügyeletükön még át akarják ereszteni az itt elkészített élelmiszereket. Például egy orosz audit az el is jön Magyarországra, és meg is nézi az üzemet, de ez minden más országgal szemben. Megkóstolja a kolbászt. Igen. Jól értem, ha én mondjuk Oroszországba szeretnék valamit exportálni, előállítok valamilyen élelmiszert, akkor előbb onnan az ottani hatóságtól eljön hozzám az én üzemembe valaki, és megnézi, hogy megfelelek-e az orosz rendszer követelményének. Ez így van, de már csak akkor fognak eljönni, hogyha a Nébih megnézte, és a Nébih szerint megfelelt az üzem. Csak akkor küldenek ide. De ekkora különbség van az országok rendszerei közt? Mert gondolom, nem egy, tehát ez nem a... nem egy rosszabb minőségű árut, vagy egy jobbat fog elfogadni, vagy nem is értem, hogy van. Nyilván valamilyen normáknak meg kell feljen általánosan az élelmiszer. Ha belegondoltok... Ne hajj bele, ha megeszed. Hát igen, ez az alap, csak hogy... Magyarországon azért nem halnak meg tucat szám emberek az utcán azért, mert itthon gyártott élelmiszereket fogyasztanak, viszont ez egy kitűnő piacvédelmi lehetőség, rásütni a bélyeget a másik ország termékeire, hogy hát mi bizonytalanok vagyunk egy picit, és akkor egy kicsit várjatok, ja, picit kössünk meg egy pár háttéralkut, és majd akkor beszélhetünk róla. Erről a brazilok és kanadaiak tudnának mesélni a kerge marhakor idején. Igen. Akkor voltak ilyen mindenféle el nem ismerések. Igen, így van. Illetve mi is megszenvedtük a hízott liba termelésünk kapcsán ugyanezt, hogy itt is én merem mondani a hallgatók nyilvánossága előtt is, hogy ez egy piacvédelmi intézkedés volt egy gazdasági kör részéről, hogy a magyar termelőket megfúrni, akik egyébként oda rendszeresen szállítottak ki jó minőségű élelmiszertermékeket, és a német vásárló megélvezte azt a különleges ízt, amit ez a termék produkált. És hát rásütötték erre az ágazatra azt, hogy egy állatkínzó tevékenységet folytat, olyan nyilvánvalóan tévhit gerjesztés folyt, amiket egészen egyszerűen meg tudtunk cáfolni, csak a német médiában mi nem tudtunk olyan ügyesen információkat elhelyezni, sajnos ez kevés volt a magyar hízott májágazatnak a lobby ereje. Például... Miért, hogy tömik például a libát, vagy tömik, vagy azért merek rá kérdezni, hogy lehet tömni, vagy hogy lehet hízlalni a libamájat, ugye erre azért kérdezünk rá, mert ahogy elnéztük a publikációs listádat, úgy tűnik, hogy neked különösen szívügyed a libamáj, vagy ha más nem a liba. Felolvasok pár címet egyébként, mert szerintem mindegyikről lehetne majd most egy kicsit beszélni. Vele. Nem biztos, hogy pontosan idézem, az egyik a bioterrorizmus története is jelentősége, ezt a Laci már megénekelte az imént. A libatömés és társadalmi megítélése, illetve a klónozás gyakorlati jelentősége és etikai szempontjai. Nagyon érdekes témakörök ezek. Igen. És ennek is a közepén ott vannak a libák. Igen. Szóval hogy lehet őket tömni? Az egyik ilyen tévhit volt, amit gerjesztettek, vagy terjesztettek, az az volt, hogy ilyen rozsdás vascsövekkel tömik itt Magyarországon a libákat, és rengeteg állat elpusztult ebben, és hát ez azért sem igaz, mert egyrészt egy ilyen nagyon lágy gumicsővel táplálják ezeket a jószágokat, a másik... Azért hogy... ebbe is beleborzongtam, tehát... Gondol, de lenyomnak nekem is egy ilyet. Igen, hogy igen, néz ki ez a gyakorlatban? Sose láttam libatömést. Egy képet rajzolnék elétek. A liba az egy olyan vízi szárnyas, amelyik ott halászgat, és hogyha el tud kapni valamiféle vízi élőlényt, legyen mondjuk ez egy béka, azt egybe le fogja nyelni, és az a béka az ennek nem örül. Ennek következtében... Értető módon. A libának ez a garat része teljesen máshogy
alakult ki, mint az emberé. Ő nem fuldoklik, és nem sebesedik ki ettől a töméstől. Nyilvánvalóan van egy diszkomfort érzet, de ennek a jelentős részét annak köszönhetjük, hogy a liba azért nem egy nehezen készhez szoktatható madár, és amikor megfogják, az neki a stressz hormonmérések szerint a legnehezebb pillanat. A tömésnél ő már ellazul, és utána viszont egy ilyen elégedett nyugodt állapotba kerül, és biztosan hallottátok azt a kifejezést, hogy liba sorba áll, és a tömő előtt pont így liba sorba áll, mert tudja, hogy kaját kap. Úgyhogy itt nem egy ilyen drasztikus kínzásról van szó. És még egy adat, hogy a sokkal kevesebb liba pusztul el a tömés során, mint mondjuk a legdrágább kutya tenyésztőknek a keneljeibe, ahány kis kutya megdőlik. Igen, mert hogy akik ilyen liba töméssel foglalkoznak, azok a gyarapodás után kapják meg a pénzüket, a döglött állatért nem jár pénz, tehát ők különösen érdekeltek akkor, hogy igen, abban, hogy gondosan bánjanak ezzel az állattal. És akkor most mi a helyzet ezzel? Lehet tömni itthon így bárkinek, vagy mi lett a szabály? Lehet tömni, csak meg kell jelölni, hogy az egy töméses hízlalásból származó termék a nap végén. És ez élelmiszer biztonsági szempontból mit jelent? Hogy többet ér az az áru, mondjuk, hogyha így értékre, vagy kevesebbet, vagy... Élelmiszer biztonsági szempontból egyenértékű a pecsenye libával, viszont minőségileg jobb. Tehát ízletesebb mind a máj, mind a hús, azt mondják a szakértők. Én még nem ettem tömött libát, minden esetre. Így Mártonnak környékén. Oké, ott fejeztük be még a libák előtt, vagy a libákon túl, hogy ezért külföldre érdemes eljuttatni a magyar termékeket. Ezzel hogy tudj megbirkózni a hatóság? Elég sikeres volt az élelmiszergazdaság elmúlt egy-két éve. Gyakorlatilag meg tudtuk duplázni az élelmiszer kivitelt kb. Az elmúlt 5 évben, ami egy óriási eredménynek számít. És a hatóság le tudta ezt követni. Viszont van egy olyan kihívás, amit egyre jobban érzünk, hogy folyamatosan karcsúsítjuk a közigazgatást, ennek a Nébih is érzi a hatásait, és most ott tartunk, hogy egyre kevesebb emberrel kell egy dinamikusan növekvő árutömeget felügyelni. Tehát nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy a jövőben minél automatizáltabb eszközeink legyenek ezen a területen. Most egy kicsit a jövőt mutatnám be, hogy mi hogy látjuk mondjuk 10-15 év múlva, hogy hogyan működhet egy ilyen rendszer. Majd robotok mennek, és azok ellenőrzik a... Igen. Ma már van olyan élelmiszerüzem Magyarországon, ahol több olyan robotkart alkalmaznak, mint amit az autógyárakban esetleg láthattatok. Az a baj, hogy a libatömés óta ez jár a fejembe, hogy megfogja a libát, és... Nyilván van egy tradicionális része, mondjuk egy kis termelői termékelőállítás, kézműves termékelőállítás, az tipikusan ilyen, hogy ott emberek ülnek egy asztalnál, és serénykednek. Más helyeken pedig inkább egy ilyen gyógyszergyári környezetet érdemes magunk elé képzelni, és a tömegtermelés az inkább ez a második kategória, és Magyarországon is ebbe az irányba fejlődünk, hiszen egy csomó olyan standard van, ami el is várja azt, hogy például ne legyen, például felesleges termékmozgatás, ne legyen az áruútja, az előre meghatározott legyen, attól ne legyen eltérés, csak rendkívüli esetben. Viszont ez nem idegeníti el a fogyasztót, mert most egyrészt arra gondolok, hogy nyilván, ha egy ilyen, ahogy említette, gyógyszergyár jellegű környezetet képzelek el, ott én azt biztonságosabbnak érzem a termék előállítását, mert hogy sokkal jobban bele tudunk nyúlni, sokkal jobban tudjuk ellenőrizni a folyamatokat. Ugyanakkor sokan óckodnak attól, hogy attól az túl mű lesz az a kaja, és inkább az ilyen idézőjelben kézműves termékekre esküsznek. Mondjuk a kézműves szótól én falra mászom, de ez más kérdés. Igen, ebben nem kell állást foglalnod. Meg is akartam kérdezni Nébihnek, mi az álláspontja a kézműves termékekkel kapcsolatban? Mi az élelmiszerkönyvben létezik ilyen kategória, ezért az a hivatalos álláspont, hogy van ilyen kifejezés. Értem, nekem a kézműves továbbra is a kancsót jelenti, úgyhogy nem pedig a fagyit, vagy éppen más terméket. Tehát hogyan lehet
azonos módon szabályozni ezt a két dolgot, vagy azonos követelményeknek kitenni? Egy része ennek az, ami kötelező szabályozás, a másik része az viszont a gyártóknak egy ilyen saját önkéntes szabályozása, és az előbb beszélgettünk arról, hogy a jövő az milyen eszközöket hozhat. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy a gyártók fognak előbb-utóbb annyi szenzort alkalmazni, ugye most is a HACCP-ről majdnem mindenki hallott már. Ezeket valószínűleg automatizáltan fogják egyre többen működtetni, és ezeket a szenzorokat lehetne egy rendszerbe kötni, és hogyha ezt egy hatóság, egy független harmadik személy folyamatosan tudná monitorozni, akkor időben észre tudnánk mi is venni a problémát, és a gyártó is. És most például a nyomonkövetési szabályok azt mondják ki, hogy a gyártó az egy lépést előre, egy lépést hátra tudjon információt adni a hatóságnak, vagyis hogyha egy problémás terméket megtalálunk a piacon, és elmegyünk a gyártóhoz, ő el tudja mondani, hogy még kinek adta el azt a terméket, ami gondot okozott, és egyidejűleg azt is meg kell, hogy tudja mondani, hogy honnan származnak az alapanyagok, amiket ahhoz a termékhez a gyártás során felhasznált. Ezt az adott tételre kell tudni megmondani. Bocsánat, de ez alapesetben ez nem egy elvárás lenne egyébként is? Vagy hát én azt feltételezném, hogy igen. Ez most is elvárás. Viszont azt gondoljuk, hogy a jövőben előfordulhat egy olyan helyzet, mi szeretnénk, hogy legyen ilyen, hogy amikor egy, mondjuk a mezőgazdaságnál elindul egy nyersanyag, akkor ő már azt a tételt egy azonosítóval megjelölje, és a következő gyártó a nyersanyagnak a tétel azonosítóját használja föl a saját azonosítójának a kialakításához, vagyis ilyen új lenyomatokat szeretnénk látni, és hogyha ezt megtalálunk egy tetszőleges terméket egy boltban, akkor ne kelljen 25 céghez elmenni, kopogtatni, ott esetleg a papíralapú nyilvántartásokból kikeresni, hogy úristen, akkor ki lehetett itt a hunyó, és közben emberek mennek a kórházba, hanem azt szeretnénk elérni, hogy egy azonnali információt kapjunk, vagyis mint egy ilyen döntési fa, biztos ilyeneket láttatok, úgy kirajzolódjon számunkra, hogy akkor mi volt ennek a terméknek az útja. És akkor így már tudjuk valószínűsíteni, hogy akkor ez most a takarmányra visszavezethető volt, vagy ott az állattenyésztés során valami hibát elkövettek. Tehát ez lenne például egy ilyen automatizált felügyeleti eszköz. Ezt a vállalatokkal közösen kell tudni működtetni. A kicsiknél erre biztosan nem lesz mód, és mi azt gondoljuk, hogy és én személyesen is azt gondolom, hogy nem szabad elszakadni attól, hogy valaki, hogyha kedve tartja, a saját konyhakertjében megtermelt alapanyagból csináljon lekvárt, csináljon pálinkát, és vehessen részt ebben akár a helyi piacon a termék forgalomban, hiszen van, akinek ez egy kifejezetten, ez egy személyiséget kiteljesítő dolog. Ezt nem szabad elvenni senkitől, és a fogyasztótól sem szabad azt elvenni, hogy az egyedi ízeket megtalálhassa akár a lakókörnyezetében. Úgyhogy ez a több rétegűség, ez mindig is jellemző volt az élelmiszerpiacra. Ez a gyógyszergyári környezet, ez akkor nagyon fontos, amikor óriási tömegű termékeket exportál valaki például. Tehát ott máshogy nem is lehet dolgozni, csak hogyha van egy ilyen technológiai fegyelem. A piacról mi a véleménye a Nébiknek? Mármint, hogy most azt vázoltad fel, hogy minél nagyobb ellenőrzés kell majd legyen, de azért megtartsuk ezt a kistermelőknek a szabadságát, de nem tudom, én jártam egy-két piacon, és volt egy-két megkérdőjelezhető élelmiszerbiztonsági kérdés ott előttem, amit nem tudom, hogy dolgozzak fel, vagy a Nébik hogy dolgozzak fel. Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ezt most kezdjük el újra feltámasztgatni. Egy ideig Ausztriában éltem, és ott megdöbbentő volt számomra, hogy mennyire népszerűek voltak ezek a helyi piacok, az ottani kistermelők, a falusi vendégházak, ezek a buszensánkok, ezek egy évre meg vannak telve. És itt Magyarországon ezt próbáljuk most újra feltámasztani, ezt a típusú kis léptékű élelmiszer előállításnak is hívják ezt, hogy ne a kézművest használjuk. Jaj, köszönöm szépen. És
És az egyik ilyen egy adott megyében egy rendezvényen az ottani főállatorvossal beszélgethettem, és rákérdeztem, hogy a kistermelői termékekkel nincs-e gond nálatok. És mondja, hogy de van, de mi meg azért vagyunk, hogy ezt megoldjuk, és hogy honnan tudná szerencsétlen, amikor 40 évig el volt vágva ettől a lehetőségtől, és ez egy tanulási folyamat, és nekem nagyon tetszett ennek az embernek a gondolkodása, mert szerintem egy hatóságnak ma már egyáltalán nem az a feladat, hogy mindenért büntessen, hanem pont az, hogy lehetőleg ne legyenek problémás termékek a piacon, és ezt csak úgy tudja elérni, hogyha együtt tud gondolkodni a vállalkozóval is. Hála Istennek az elmúlt időszakban sok lépés történt, tehát például a bírságok már nem a Nébiknek a kasszájába folynak be, tehát nem is lehet azzal vádolni a hatóságot, hogy a saját zsebére dolgozik. A másik ilyen, hogy kifejezetten a Nébiknek volt a kérése, hogy a jogszabályokba kerüljön bele az, hogy ne kelljen mindenért pénzbeli bírságot kivetni, hanem lehessen csak figyelmeztetni. Ez egy óriási dolog volt, hogy bekerült jogszabályba. Ugyanis korábban, amikor csak figyelmeztettek egy ilyen bagatell jogsértésért, akkor a ellenőr követett el jogsértést, mert nem bírságolt. Nyilván életszerűtlen, hogy most 50 ezer forintos bírságot kivetni a sarki kisboltra egy nagyon egyszerű pici hibáért, de korábban ez volt a helyzet. És ezeket a lépéseket nagyon értékelték a vállalkozók. Ma azt tudjuk, vagy azt tudom mondani... Persze, nem kellett annyit fizetniük. Megérezték azt, hogy van egyfajta partnerségi hozzáállás. És sokan, amikor üzemet létesítenek, akkor már a tervrajzal bemennek a járási hivatalba, vagy a megyei központba, és elmondják azt, hogy mi ilyet szeretnénk csinálni, szerintetek jó lesz-e. És ez szerintem tök jó, mert nem az van, hogy megcsinálom az üzemet, és utána majd kapom a bírságokat, mert ez se jó, az se jó. És így a hatósági munkatárs is igazából rákényszerül arra, hogy vállalkozói fejjel is gondolkodjon, tehát megtanulják egymás nyelvét beszélni ezek a szakemberek. Egy kis rövid szünet után mindjárt innen folytatjuk Kassa Gyulával. Újra itt van a hírkvíz, megint. Laci, felkészültél? Én abszolút, te kezdesz. Jó, kezdte. Most kivételesen nagyon lelkes vagy most ezzel kapcsolatban. Nagyon lelkes vagyok, mert régen volt csillog, hát nagyon jókat találtam ki. Na, kíváncsi vagyok. Régen volt már történelmi vonatkozású kérdés. Igen. És most figyeltem a Patreon támogatóinkra és a többi hallgatóra is, hogy mindenkinek aktuális témát hozzak. Úgyhogy az első kérdés az november 17-ével lesz kapcsolatos, a másik pedig majd november 19-ével. Nagyon figyelmes vagy. Úgyhogy kezdjük akkor, kedves Patreonosok, tietek az elsőbség. 1902-ben a mai napon, tehát november 17-én született Wigner Jenő, akit a világ legszerényebb embereként is szoktak nevezni egyébként. Ugye 1963-ban kapott fizikai Nobel-díjat, ez gondolom sokaknak nem kell bemutatni, megkérdőjelezhetetlen a szerepe az atomreaktorok kifejlesztésében, atomkutatás területén, blablabla. Gyakran említik őt együtt Erdős Pál matematikussal, vagy éppen más a korszakot meghatározó magyar származású fizikussal, Szilárd Leóval, Teller Edével, vagy éppen Neumann Jánossal, akiről a múlt heti adásunkban elég sokat megemlékeztünk róla. Igazság szerint nem róla, de a Neumann János társaság munkásságáról, igen, igen. A kérdés az, hogy ez utóbbival hogyan került barátságba? Ó, na halljuk. Találkoztak egy kocsmában. Ez is egy lehetőség lesz. A. Iskolatársak voltak gimiben. Igen. B. A húgának, Mancinak volt a férje Neumann János. Jó. Manci volt a beceneve, jó? De tényleg, egyébként ez a része biztos, hogy mondjuk az egész igazság. C. Leáruld el magad. C. Berlinben haverkodtak össze. Gondolom valami kutatás kapcsán. A berlini fizikai társulatnak voltak rendszeresen ilyen heti, havi, nem tudom, rendszerességgel találkozói, ahova ilyen nagy neveket hívtak meg, és akkor ott... Érdekes kérdés. Ott futottak össze. Ugye magánéletében nem vagyok otthon. Azt elárulom, hogy mind a háromnak van alapja. Legfeljebb nem Neumann. Jó? Aha. Tehát valami, melyik haverja... Valamilyen, tehát ez a saját sztoriából, saját élettörténetéből igaz, de nem biztos, hogy Neumannra vonatkozik. Világos. Tehát a kérdés, hogy Wigner és Neumann honnan bratyiztak össze,
középiskolából sógorok voltak, vagy Berlinben találkoztak? Találkozón. Hát figyelj, az első, szerintem, hogyha ez lett volna, hogy iskolatársak, akkor erről egy kicsit többet tudnék én is. Vagy nem tudom, akkor ez biztos elhangzott volna valami. Nyilván. Mert régóta ismerik egymást, jóban vannak, együtt kezdték. Na jó, de ezek, akiket mondtam itt, Tellere, de Neumann János, ők azért nagyjából egy generáció azonos helyről származtak, nagyjából ugye ilyen zsidó családokkal, század előn Budapesten. Uh-huh. Berlini konferencia, vagy nem is konferencia, valami találkozó, az a legvalószínűtlenebb. Mancinak volt a feles, vagy a férje. Én megjelölöm a B-t. Margit egyébként. Megjelölöm a B-t. Wignernek volt egy húga. Igen. Akit, ha jól emlékszem, ezt most nem írtam fel, de 1937-ben, azt hiszem 37-ben hozott össze. Igen. A sors egy nagyon híres fizikussal, elméleti fizikussal, az angol Paul Dirac-kal. Ó, tényleg? Így van. De érdekes. Angol, svájci, angol-svájci. Valamilyen ilyesmi. Neki is kalandos élettörténete volt. Tehát elbuktam a kérdést, ezért azt tisztázzuk. Elbuktad a kérdést, igen. Tisztázzuk. Jó. Berlinben a Berlini Fizikai Társulat találkozóin ő gyakran megjelent, ha minden igaz, ő szervezőként is részt vett valamilyen szinten ezekben, ha jól tudom, ugyanis ő a Berliner Hochschulén, a Berlini Műszaki Fősulén tanult, és itt találkozott Szilárd Leóval. Aki pedig iskolatársa volt, abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy osztálytársa vagy iskolatársa. Igen, ezt akartunk kérdezni, egy padba ültek? Nem tudom, mert nem vagyok benne 100%-ig biztos. Igazság szerint a Wikipédián találtam azt, hogy osztálytársak voltak, de mindenütt máshol iskolatársakat említenek, és ahogy elnézem, majdnem pont egy év különbséggel születtek, nem tudom. Ezt, ha valaki tudja, írja meg nyugodtan, az biztos, hogy mind a ketten a fasori evangélikus gimnáziumba jártak. Esetleg, aki szintén iskolatársuk volt, hogy osztálytársuk, előttem ültek matekon. Rújuk puskáztam. Igen, valószínűleg lehetett. Jó, ez jó kérdés volt, csak sajnos nem tudtam, úgyhogy jön az enyém. Úgyhogy rossz kérdés volt. A csikis patkányok lesz a téma. Hallottál erről valamit mostanság? Jó. Nem tudom, tudtad-e, Laci, egyébként, hogy a skizofréneknek egyik tünete, hogy meg tudják magukat csigizni. Ez egy érdekes tünet. Hallottál erről? Még annak, mi nem beszéltünk erről, hogy honnan ismered fel magadat? Szerintem nem. Még ez akkor ez lehet, nem hogy volt. Csak készültem rá valami ilyen. Lehet, hogy csak lett volna. Igen, lehet, igen. Hogy terben, biztos, hogy terben volt, hogy honnan tudod, hogy magadat érinted meg. Igen, igen, igen. Mindegy, régóta foglalkoztatja a kutatókat ez a csikizés kérdése. Egyáltalán miért létezik, meg hogy ez egy milyennek a akár neurobiológiai, vagy egyéb más háttere. És most a berlini Humboldt Egyetemen végezték egy kutatást, amiben patkányokat vizsgáltak, csikizték és figyelték a reakcióikat. Kérdésem, mennyibe hasonlít a patkány csikissége az emberhez? A. Tehát, hogy elkezded röhögni, vagy... Igen, hasonló. A. A kutatások szerint a patkányok agyában egy teljesen más régió aktiválódik, mint az embereknél a csikizés esetén. A test más részei érzékenyek, például a farok, és máshogy is reagálnak rá, bár ultrahangos vizsgálatok azt mutatták, hogy hasonló nevető hangot adnak ki, mint az emberek, vagy más fajok. A B. Bár a neurobiológiai hasonlóság meglepő, vagyis mindkét esetben hasonló agyi részek aktiválódnak, az embernél, mint az embernél, de nincs örömre utaló jel a patkánynál, hanem ilyen stressz-szerű dolgokat kezd produkálni, mint hogyha valami kellemetlen dolog érné, vagy C pedig meglepően hasonló, olyannyira, hogy hasonló agyterületek aktiválódnak, sőt az emberre jellemző tulajdonságokat is mutatnak, például a tenyere az nem csikis, de a talpa viszont igen. Hát, nem tudom, hogy miért lenne különbség a tenyér és a talp között a patkánynál, mert hogy lényegében mindegyik talp, nem? Igen, akkor rosszul fogalmaztam. De mondjuk a első végtagjait. Igen, a első végtagoknál ezt nem figyelték, a hátsónál viszont igen. Ez lenne a legszimpatikusabb, úgyhogy ezt jelölöm meg. Még lepően hasonló? Aha. Gondolod, hogy ugyanúgy nevetnek, és még az első mancsa is? Hát, jó, mondjuk logikusabb az, hogy nekik ez valami stressz. Abba gondolok bele, hogy amikor kumiszt elkezdem csikizni. Igen.
ő ezt tűri, és ott van, és figyeli, tudom, hogy Kumisz nem patkány, hanem kutya. Ő ezt tűri, figyeli, néz, de azért örül, ha elmehet onnan. Annak ellenére, hogy oda jön előtte, és hanyat vágja magát, hogy csináljam, tehát jó, mondjuk miért állnak közelebb a kutyához, mint az emberhez. Jaj, nem tudom. Akkor legyen az első, mert a második kettőre tudtam érvelni, úgyhogy legyen az első, amiről fogalmam sincs. Tehát az, hogy egy teljesen más dolog játszódik le, mint az embereknél, és a farka érzékeny, mondjuk. De a nevetés az volt, ugye azt mondtuk, hogy valami. Egyébként ezt úgy ultrahangos vizsgálat azt mondtam, valami olyan nagyon alacsony frekvenciájú hangot adnak ki, amit csak úgy lehet érzékelni. De vagy akkor infrahangos, ha alacsony. Vagy, bocsánat, igen, tehát nagyon magas frekvenciájú hangot adnak ki, és azt olyankor érzékelik, amikor, vagy olyankor hallják egyébként egy patkánynál, amikor valami boldog. Ez nekem szimpatikus, legyen ez. Ez? Jó. Sajnos meglepően hasonló. Olyannyira, hogy a hátsó lábuk csikis, és az első viszont nem. Ezt nem mondod. De. És hogy lehet egy patkány csiklandozni, tehát... Nagyon érdekes, mert ez egy hosszú ilyen betanítási, nem egy betanítási folyamaton estek át legalábbis ezt írta a cikk, hogy áthozták őket, először csak játszottak velük, és akkor utána, miután ezt hozzászoktak, vagy hozzászokott a vizsgálatot végző kutató kezéhez, akkor elkezdte csikizni a hasát, a lábát mindenféle módokon. És egyébként ez azért nagyon fontos, mert azt gondolták eddig, hogy azt nagyjából tudták, hogy milyen nagy területek aktiválódnak ilyenkor, de azt gondolták, hogy ez csak az ingernek a felvevésében játszik szerepet, és ilyen nevetést, meg hasonló jó érzést nem vált ki külön, de úgy néz ki, hogy igen. Aha, ez király. A patkány és a skizofrén patkányokat... Azok... Ja, hogy ez nem kötődött egymáshoz. Nem, az csak ilyen érdekesség. Ja, értem. Azt hittem folytatódik, hogy a skizofréni patkány meg önmagát is tudta ott csiklandozni a hátsó nem a melső lábával a hátsó. Igen, erről még nem volt kutatás. Hát kedves patkány viselkedés kutatók, szerintem feltártunk egy új kutatási irány nektek. Egy-egy. Ja, igen. Innen folytatjuk. A hírkvíz előtt arról beszélgettünk Kassa Gyulával, hogy hogyan terrorizálta korábban a hatóság a élelmiszer előállító vállalkozókat, vállalkozásokat. Most viszont arra tereljük a szót, hogy mi van akkor, ha mások szó szerint terrorizálják az élelmiszer előállítási folyamatot. Már csak azért is, mert egy vagy két cikketek is jelent meg ezzel kapcsolatban. Más Szent István Egyetemen oktató, illetve kutató munkatársakkal, hogy fel kell készülnünk arra, hogy majd a terroristák esetleg az agrár vonalat fogják felhasználni azért, hogy az ördögi terveiket megvalósítsák. Fel kell készülni, igen, ez egy jó kifejezés. Ennek a bekövetkezési valószínűsége, hogy ilyen klasszikus kemény terrorcselekménynek áldozatul esik a magyar élelmiszerlánc, pici, hála Istennek, viszont ahogy egy atomerőműnél is a szabályozásban a 100%-ot kell megcélozni, mi is arra törekszünk, hogy lehetőleg minél kevesebb nyitott kaput találjanak ezek a ilyen dolgokban érdekelt bűnözők. Viszont... Ez viszont nem hiszem, hogy annyira kézenfekvő nagyon sok embernek, nekem se első hallásra, hogy most mi meghekkelnek egy kombányt, vagy mire kell számítani. Uh-huh. Amit el bírok képzelni esetleg, hogy ricint kevernek mondjuk az erős pistába, és akkor kereshetjük. Ilyesmi fordult már elő, szerencsére nem Magyarország, és nem az erős pistával, de hasonlók például narancsba higanyt fecskendeztek. Izraelben fordult elő. Egy szélsőséges politikai mozgalom néhány tagját becsempészték, ami nem volt nagyon bonyolult, a narancs szedő csapatba, és hát ott a narancs szedés közben erre jutott idő, és Európáig eljött ez a szennyezett mérgező termék, és Hollandiába több kisgyerek kórházba került emiatt. Ezek szinte kivéthetetlen dolgok. Lakner Zoltán kollégámmal foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és a legtöbb embernek a terrorizmus szó hallatán klasszikusan ez a szakállas, turbános elkövető jut eszébe, de a valóság az nem ez. Vannak ilyenek is. Az Egyesült Államokban fordult elő az, hogy szalmonellával fertőztek meg sok-sok embert, úgyhogy szintén egy ilyen
Ez is egy ilyen szélsőséges vallási mozgalom volt, és ennek a vezetőjét többen támadták, és ez egy ilyen válaszcsapás volt. A szomszédváros egy ilyen választási időszakban szenvedte ezt el, és szalmonellát tartalmazó folyadékot salátabárokban locsolgattak szét, és több száz ember került kórházba. Első körben nem ezt próbálták, hanem kilincseket kenegettek be, meg a zöldséges pultokra próbálták ezt így szétpermetezni, de az nem vált be, nem okozott tömeges megbetegedés. Tehát ez az, ami a legtöbb embernek talán eszébe juthat az élelmiszerterrorizmusról. Viszont ennek a hétköznapi arca Kínában például rendszeresen megjelenik, hogy az egyik étterem tulajdonos a konkurens étteremnek a vendégeit megmérgezi azért, hogy elterelje onnan a vásárlókat, vagy bezárassa. Milyen aljas. Vagy víztározót mérgeznek meg például egy olyan cégnek a munkatársai, akik víztisztító berendezést forgalmaznak. Tehát itt nagyon izgalmas és nagyon szomorú esettanulmányokat tudunk összegyűjteni. De az, amire nekünk itt Magyarországon készülni kell, az az egészen természetes indulatból fakadó, mondjuk az, hogy szabotázs akció, amikor nem is feltétlenül gondolja végig az elkövető, hogy mi ennek a cselekedetnek a következménye. Itt történt meg az, hogy az egyik munkatársat egy húsipari üzemből elbocsátották, mert különböző meg nem engedett eszközökkel egészítette ki a fizetését, mint egy béren kívüli juttatásként pakolt el az ott legyártott termékekből mennyiségeket, és mikor kirúgták, akkor ő nagyon fel volt háborodva, nem is csak azon, hogy kirúgták, hanem az, hogy miért pont őt rúgták ki, amikor több is csinálta. És indulatában, amikor ment kifelé, akkor fogott egy fertőtlenítőszer tartalmazó zsákot, lehet, hogy végig se gondolt, hogy abban mi van, és puff, belevágta a készülő termékbe. És a csomagoló üzem részben vették észre az ott dolgozó hölgyek, hogy a természetellenes szaga van ennek a készítménynek, és hála Istennek ez nem került ki a boltokba, viszont ez az a dolog, amire fel kell készülnünk, vagy mondok egy német példát, ami megint szerintem nagyon, tehát az emberi indítatás az érthető, az nem érthető meg, amit csinált végül is itt az elkeseredésében a vállalkozó, aki egy boltos volt egy német kisvárosban, több generáció óta az övék volt az a bolt, és neki ez volt az identitása, hogy ő a boltos. És most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történt. És a környékükön megnyílt egy diszkont, egy ilyen kemény diszkont, amiből Magyarországon is most már bőven találunk, és ez elszipkázta a vásárlóit, és ő ezt nem tudta földolgozni, hogy több generáció óta a családuk tulajdonában van az a bolt, és egyszer csak volt és nincs, és bement ebbe a diszkontba, és növényvédőszert fecskendezett az egyik gyümölcslébe. És észrevették a kamerával, hogy mit művel éppen, tehát nem halt meg senki ebbe, meghalhatott volna egyébként. De ez talán az az emberi arca a terrorizmusnak, amire nekünk itt igazából készülni kell. Itt mondjuk az első esetben az lehet egy tapasztalat, hogyha valakitől elbúcsúzunk a munkahelyen, azt lehetően kísérjük ki a kapuig, és utána már ne jöjjön vissza a holmiáért. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a Nébik speciál, hogy tud ez ellen védekezni, valaki bemegy és higanyt fecskend az a narancsba, ezt elég kivéthetetlennek. Hát megméri a narancsot, ha rohadt nehéz, akkor higany van benned. Igen. Igen, ez a jó kifejezés, hogy rohadt nehéz erre felkészülni. Van egy élelmiszervédelmi útmutató, ahol próbálunk ötleteket adni, de ezek ilyen generalista megoldások, mint amit az előbb mondtam, hogy lehetőleg a személyforgalmat korlátozzuk egy ilyen üzemben, vagy figyeljük meg mondjuk egy kereskedelemben, hogy nincsenek egy gyanús jelek. Általában a lopást figyelik, úgyhogy azzal együtt ezt is tudják figyelni. De nincsenek jó megoldások, pláne nem a hatóság fog tudni itt jó megoldásokat letenni az asztalra. A vállalkozóknak nagyon fontos a szerepe ezen a téren. Tehát a jó megoldás része a hatóság oldalára az lehet, hogy fölkészül arra, hogy mi történik akkor, és ez nem csak a Nébiknek, hanem a humán egészségügynek is nagyon fontos feladata, hogyha esetleg valami tömeges mérgezés történik, akkor lesz elég ellátóhely, lesz elég gyógyszer,
és így tovább. Tehát igazából ez a készültség, ez az, amit hangsúlyozni szeretnék. Nem tudom, hogy mennyire nyugodtatok meg, kedves hallgatók. Én nem annyira. Még esetleg extra tanúságként annyit hozzáfűznék, hogyha volt egy régi megszokott kisbolt a környéketeken, majd megnyílt mellette egy diszkont, akkor nagyon vigyázzatok, hogy mi van a gyümölcslében. Szagoljatok meg mindent. És ha már esetleg ott hagyjátok azt a kaját, mert nem meritek megvenni, akkor felhalmozódik az élelmiszer fölösleg, hulladék keletkezik. Milyen szépen átvezettem. Nagyon szép. Igen, mert hogy ez a jelenlegi kutatási témátok a Szent István Egyetemen. Igen, Szabó Bódi Barbara, PhD hallgató kollégámnak a kutatási témája az, hogy milyen módon keletkezik élelmiszer hulladék az élelmiszerláncban, és számomra is megdöbbentő volt, amikor ezekkel a tényekkel szembesültünk, hogy egyrészt, hogy mekkora mennyiségű hulladék keletkezik, körülbelül a világon az összes megtermelt élelmiszer egy harmada az fogyasztás nélkül vagy megromlik, vagy a szemetesbe kerül más módon. A fejlődő országokban ez általában az élelmiszerlánc első szakaszában történik meg, azért, mert nincsen megfelelő infrastruktúra, már lehet, hogy be se tudják takarítani. Igen, a ezt akartam kérdezni, hogy ez arra vonatkozik, amit mondjuk én megveszek, és nem főzöm meg, és végül kihajítom, vagy még az, ami mondjuk a boltban megreket, vagy még előtte? A fejlődőben még előtte, viszont a fejlett országokban, ahova Magyarországot is soroljuk, itt a háztartások pazarolnak legtöbbet, és ennek is az okait vizsgálgattuk, és nagyon érdekes volt például látni azt, hogy történelmi léptékekben számolva mennyire olcsó ma az élelmiszer. Amerikai statisztikák állnak rendelkezésre, és 100 évvel ezelőtt ugyanazért az élelmiszer kosárért kb. 8-10-szer annyit kellett dolgozni, mint ma. Tehát ő eleve föl se tűnik neki az élelmiszer fogyasztása a háztartás költségszerkezetén belül, és hogy ő annak még az egyharmadát, felét kidobja, irreleváns. Tehát ő anyagi érdek miatt nem fog spórolni. Ráadásul a cégek ugye a fogyasztói társadalomban arra nevelnek minket, hogy fogyasszunk, mindig az újdonság a jó, mindig a friss termék a jó, és ezért is hajlamosít minket arra, hogy eldobjunk dolgokat. És az Élelmiszerbiztonsági Hivatal pedig azért kezdett el ezzel foglalkozni, mert nagyon sok az a tévhit, hogy mi az, ami esetleg már romlott, tipikus ilyen a minőség megőrzési idő. Az igaz, hogy Erre rá akartam kérdezni. Az igaz, hogy minőség megőrzési idő lejárta után már nem szabad terméket forgalomba hozni. De ez attól még otthon fogyasztható, tehát ha már megvettem, és otthon jár le a csoki, vagy a konzerv. Oh, nincsen akkor... semmi baj. Így van. Ezt nyugodtan lehet fogyasztani. Nem hivatalos álláspont, de nálunk a családban még a fogyaszthatósági idő sem ilyen szent dolog, tehát hogyha azt hűtve tároltuk, és olyan helyen vettük meg, ahol bízunk, akkor még abban is van egy pici mozgástér, hogy mondjuk egy lejárt szeletelt, és tehát becsomagolva tartott mondjuk hús készítmény még mondjuk egy nappal, két nappal később még azért fogyasztható lesz. Mint ezt hallottad valahol, ezt hogy mondták, nehogy véletlenül valakiben is összekapcsolódjon, hogy ezt a nébi szakembere mondta. De a minőség megőrzési idő az hivatalos álláspont. Tehát utána nem adhatjuk el, viszont otthon még egész nyugodtan lehet eszegetni. Kumiszörülni fog neki. Itt számolgattunk magyar adatokat, és nincsen igazából jó számunk, hiszen az EU is csak méri a magyar élelmiszer hulladékot. Az EU szerint egy átlagos magyar állampolgár 39 kg élelmiszer dob ki a kukába egy évben. A Szent István Egyetem és a Nébih közös vizsgálatában 50 háztartást próbáltunk monitorozni. Ez egy nagyon izgalmas kutatás volt. Igen, próbáltunk is, gondolom, erre után. Igen, ugyanis egy nagyon intim dolog, hogy én mit dobok ki a kukába, kit engedek oda, ki turkálhat a szemetesembe, nem is folytatom ezt a dolgot, tehát emberileg is nagy kihívást jelentett. De embert nem sikerült találni, aki részt venne a kutatásban? Vagy... De végül is 50 ilyen háztartást tudtunk találni, most meg 100-at szeretnénk, tehát hogyha valaki szeretne jelentkezni, akkor nagyon szívesen várjuk. Intelligens kukámat felajánlom.
és ajándékba egy konyhamérleget, egy jó minőségű konyhamérleget fogunk fölajánlani, amivel majd a kutatás során tudja mérni az élelmiszer hulladékot, és utána kedves hallgatóink, ha részt szeretnétek venni ebben a kutatásban, akkor jelentkezzetek. Így van, és hálásak is leszünk érte. Komolyan hol jelentkezzen, ha valaki szeretne? Akár az e-mail címemen is, ezt szívesen elmondom most adásban is. Jó, de egyébként belinkeljük az adásra. Az még jobb lesz. Jó, köszönöm szépen. És ebben az 50 háztartásos ilyen előkísérletben azt tapasztaltuk, hogy ez egy egyhetes intervallum volt. Nekünk az jött ki, hogyha egy évre vetítettük ezt a hulladéktermelést, akkor ez több volt, mint az Unió amennyit becsült, 46 kg jött ki fejenként, és ennek az egyharmada olyan volt, amit teljesen feleslegesen vettek meg és dobtak ki utána. Ilyenek például a megpenészedett zöldség, megszáradt kenyér, és fölbontatlanul kidobott sajt, tehát nagyon sok ilyen horror sztorink van. Sajnos most az jutott eszembe, hogy ezzel a tofúval, amit tegnap vettem, nem tudom, mit fogok készíteni. Adod a valakinek, hogy kidom most már. Hirtelen felindulásból gondoltam, megkóstolom, de nem vettem még rá magam, hogy megyünk sem. Meg kell ma este legkésőbb. És hogyha ezt összeadogatjuk, hogy hányan dobunk ki ennyi terméket teljesen fölöslegesen, akkor egy teljes magyarországi megye fogyasztását megkapjuk, és ha ezt ebbe belegondoltok, ez irtózatos pazarlás, ennyire azért nem állunk jól itt Magyarországon. Ez rendben van, hogy pazarlás, viszont nekem az jutott most eszembe, hogy az egész élelmiszer előállítási és forgalmazási rendszerünk nyilván erre a pazarlásra épül, tehát hogyha ezt nem venném meg a boltban, akkor ott rohadna meg, tehát nem magamat akarom menteni a tofúval. De tehát, nem, csak tényleg valószínűleg azért rendel annyit a, nem tudom, Tesco, vagy akár még bolt, mert hogy tudja, hogy ennyit meg fognak venni, az, hogy utána azt kidobják, azzal ő már nem foglalkozik, viszont az előállító is azért gyárt le annyit, meg azért forgalmaz annyit, hogy... Ez teljesen igaz, hiszen ez egy két arcú probléma. A gyártó abban érdekelt, hogy minél többet adjon el, de ez nem a mennyiség, hanem a forgalom, tehát az érték, ami neki számít. Éppen ezért mi is jelmondatként azt választottuk, hogy mennyiség helyett minőséget. És ez volt az a jelmondat, ami mellé a Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége is odaállt, és a Országos Kereskedelmi Szövetség is, ahova az általad említett áruházlánc is tartozik, és még sok más lánc. Tehát magyarul ez lehet az a közös érdek, ami mellett tudunk dolgozni, hogy ne feleslegesen rengeteget vásároljunk, hanem amit megspórolunk, abból inkább igyekezzünk jobb minőségű termékeket vásárolni, amivel egy picit a mi életünk is gazdagabbá válhat. Prémium tofu. Nagyon szép gondolat a végén. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. A hallgatókat meg arra kérem, így külön, hogy küldjenek tofu receptet, de gyorsan. Egy-egy az állás a hírkvízben, és a vendégünk kifelé menet mondott még egy kvízt, feltette nekünk a kérdést. Tippet, de ezt így most nem tudjuk megkérdezni, úgyhogy mindenki tegye a szívére a kezét. Szerintetek melyik a leggyakrabban kidobott élelmiszertípus? Magyarországon. Igen. Mondunk néhányat. A. Pékáru. B. Gyümölcs. C. Húsfélék. És akkor most mindenki mondjon egy betűt. És nem a pékáru. Tudjuk, hogy mindenki a húst és a zöldségféléket próbálta megjelölni, de nem a pékáru az. Egyébként tényleg érdekes, hogy ez a legtöbb, amit kidobnak az emberek. Én alig eszem pékárut, vagy legalábbis alig veszek. Szoktam sütni otthon így. Magadnak, hogy tényleg te csinálsz kenyeret, ez finom cuccot. Volt. Ja. Na, halljuk lesz. Ezt tök egyszerű megcsinálni. Na mindegy, cserébe a tofu receptért majd megosztom a portugál bolu de cacu receptjét. No. 1711. november 19-én is született egy híres tudós.
Ez pedig Mikhail Lomonoszov, orosz író, költő, bár minket inkább azért érdekel, mert masszívan otthon volt a természettudományokban is. Ő hozta létre például az első modern, már hogy 1700-es évekhez képest modern, igen, orosz kémiai laboratóriumot, és ő alapította meg a később róla elnevezett híres moszkvai egyetemet is, a Lomonoszov egyetemet. Igen, ezt gondoltuk. És természetesen a nevéhez kapcsolódik a Lomonoszov gyűrű is. Hoppá. Hoppá. Mi ez a gyűrű, gondolom? Mi ez a gyűrű? Á, ez egy aféle alternatív Nobel-díj, amelyet 1952-ben alapítottak, amivel a legkiválóbb szovjet kutatókat tüntették ki. A mai napig a legrangosabb orosz tudományos elismerés, egyébként egy ilyen 24 karátos pecsét. Miért nézel így? Ugye csak figyelem. Ja, jó, 24 karátos pecsétgyűrű. Oh. B. Ez baromság volt. Egy csillagászati jelenségre utal. Nem, egy nagy bolygóhoz sincs köze. A Vénusz, amikor áthalad a nap előtt, a be- és kilépéskor a bolygó körül megfigyelhető egy ilyen fényes sziluett. Ezt hívják Lomonoszov gyűrűnek. Mm-hmm. Természetesen. C. A Vénusz, ez fontos. C. Egy régi laborszakzsargon, azokat a csavaros szorító bilincseket hívták így, amelyeket rugalmas csövekre helyeztek, hogy szabályozzák a bennük lévő gáz áramlásának a mértékét. Ez tűnt a legbiztosabbnak, ez a lehetőség. Nem egy félreírtam valamit. Jó, de ezt akkor direkt nem árultad el, hogy milyen természettudománnyal foglalkozott. Ezek szerint vagy kémikus volt, hát, vagy mondtam, hogy az első modern kémiai laboratóriumot ő hozta létre Oroszországban. Tehát 1700-es évekről beszélünk. Nyilván nem. Tehát akkor a kutató az azt jelentette, hogy ő nagyjából mindenütt otthon volt, hát emellett prózákat írt meg mindenféle. Ja, tényleg, hiszen író is volt. Hú. Na jó, ez a csillagászos dolog, nem hiszem, hogy 1700-es években olyan fejlett lett volna a csillagászati, nem tudom micsoda ott, hogy a Vénusznak tudom milyen gyűrűjét lássák. Tudod. Ez az aranygyűrű, ez vonzó, ráadásul az oroszoknál is tudom képzelni, hogy egy ilyen Lomonoszov gyűrű, ilyen jó, nagy Lomonoszov egyetem dísztermében adnak át minden évben. Sőt, ugye, mert hogy a matematikusok sem kapnak Nobel-díjat, hanem nekik is valami külön ilyen Lomonoszov nagy gyűrűt például kapnak a matematikusok. Igen. Ez a bilincs pedig, erről még életemben nem hallottam, hogy lett volna, hát, ilyen. Tudod, ez a szorító tosz, ilyen kis csavar van benne, ami így elszorítja a gumicsövet. Mint hogy tudom, mire gondolsz, igen, csak hogy ennek lett volna egy külön ilyen neve. Hát ez egy ilyen régi labor szakzsargon. Én megjelölöm a pecsétgyűrűt. Azt kitaláltam. Emellett persze, ha létezik egy Lomonoszov gyűrű, amit ilyen érdemként adnak, akkor... Nincs ilyen. Akkor ráhibáztam, mert lehet, hogy van valami Lomonoszov érdemrend, ja, vagy bármi, jó, de ezt ja, így értem. Úgy, ahogy van kitalálva. Csak ne a Vénusz legyen. Még 1952-t is így hozzákamusztam. A szovjet kutatók. Szovjet matematikusok. Igen, igen, igen. Ezt a laborszakzsargont is olyannyira... Azt szerencsé, azt hülyeség, igen. Meglepődtem volna, ha az... Olyannyira bekamusztam, hogy nem is tudom, hogy hívják azt a szorító bilincset, úgyhogy ezt próbáltam meg körülírni. Hát sajnos a Vénusz. Pedig ezt zártam ki először. Igazság szerint magyarul hívják Lomonoszov gyűrűnek, uh-huh. Hívják ilyen Lomonoszov Halo-nak, vagy Lomonoszov Effect-nek, meg ilyesminek. Ő becsülte, vagy ő gondolta arra először, hogy amikor látta a Vénusz áthaladáskor, hogy pont a kilépéskor, pont a belépéskor, fordítva, tehát a be- és a kilépéskor egy ilyen nagyon vékony kör jelenik meg, fényes kör a Vénusz körül, az lehet, hogy azért van, mert hogy a Vénusznak is van légköre. Óha! És egyébként azért van. Úgyhogy ezért nevezték el ezt róla, ezt a jelenséget. De tök jó. Furcsa. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy akkoriban még azért addig nem láttak el. Nagyon sokat dolgozott azon, hogy hogyan lehet, nem vagyok ebben nagyon járatos, de valamit olvastam arról, hogy akkoriban elég korszerű távcsövet használt. Uh-huh. Azt hiszem Szentpéterváron volt a obszervatóriuma. Ez tök jó. Jó. Úgyhogy így. Ezt is tudjuk. Kár, hogy nem kapok pontot, mindegy. Nem, majd egy Lomonoszov gyűrűt kapsz. Az jár nekem, igen. Kiváló szovjet matematikusnak. Az én kvíz kérdésem most egy kicsit kevésbé aktuális, de az apropója az viszont igen, ugyanis tegnap voltam egy koncerten este a Műpában. A Morfördög, ja, a Műpában. Ja. A Műpában, és egy zongorista, komoly zenész zongorista volt.
És az nem jó, mert te nagyon otthon vagy komoly zenében. Nem zenéről lesz szó, ami egyébként annyira nem, pont komoly zenében annyira nem. Mindegy, nagyon nagy tapsvihar fogadta a művészt, egyébként egy kínai zongorista volt. Figyelj, ha ezt megjelent... elbukom, és nagyon-nagyon átversz, akkor posztolni fogok rólad olyan képet, amit még középiskolás korodban zongorázol valami, nem tudom, Bach. Meg ne próbáld. Azt hittem, azt már eltüntettem az internetről, de még akkor megszerintem. Szóval, nagyon tapsoltak, és megjelent egy idő után a vastaps jelensége is. Aha. És elkezdtem gondolkodni, hogy vajon ez, vagy emögött van-e olyan milyen modell, ami ennek a működését, megjelenését leírja, vagy egyáltalán van-e ilyesmi, vagy teljesen hülye vagyok. Utána olvastam, és A. Van egy modell, ami egy olyan korrelációt ír le a jelenségben, ami a tapsolók száma és a vastaps kialakulása között áll fent, tehát minél többen vannak és minél erőteljesebben tapsolnak, annál inkább valószínű, hogy kialakul random ez a dolog. B. Nincs. B. Kiderült, hogy ez a jelenség mondhatni egy hungarikum, szinte csak itthon vagy legalábbis ezen a környéken tapasztalható, tehát egy tanult viselkedés, ami automatikusan indul be, ezért ki lehet szúrni a koncerteken a külföldi hallgatóságot, mondjuk azzal, hogy ők felállva tapsolnak a végén, és ezt a vastaps dolgot ezt nem igazán csinálják. Külföldön inkább ez divat, vagy pedig C. Ezt egy szinkronizációs és egy deszinkronizációs jelenség okozza, amit a tapsnak a hangereje okoz, vagy idéz elő. A B-t azt kizárom, nem túl nyugodt szívvel. Azért, mert én ezen többször gondolkodtam, az ilyen taps szokásokon, igaz nem a vastapson, hanem a visszatapsoláson, hogy már nem emlékszem, hogy az Egyesült Államokban vagy Portugáliában, de ezt nem nagyon tapasztaltam, vagy másképp volt a ritmusa, vagy nem tudom, valami eltérés volt, nem emlékszem rá, de tudom, hogy akkor ott helyben gondolkodtam ezen, viszont most, hogy te mondtad, ez így eszembe jutott. Tehát szerintem azért valamilyen szinten mindenütt vannak ilyenek. Uh-huh. Tehát, ja, bár igaz, itt mondtad, hogy ez másképp csinálják, és azért... Ez a tipikus vastaps, amit tudunk, hogy lelassul, és akkor utána felgyorsul, ez csak ezen a... Várján, nyomjunk egy vastapsot most. Így van, követ. Remélem mindenki tapsolt velünk együtt, akár a buszon is. Ezt nem tudom. De én elképzelhetőnek tartom, hogy ennek van egy modellje, amit az elején mondtál, az A. Tehát azt gondolod, hogy ez a minél többen tapsolnak, minél hangosabban, ez függ össze azzal. Tehát egy idő után, miután, nem tudom, x számú ember van, ez csak akkor fog megjelenni, hogyha elegendően hát van. Szerintem és most egy ketten úgyse tudnánk így normálisan tapsolni. Mhm. Uh-huh. Vastapsot. De szerintem ez tömegfüggő, tehát 3-4 ember nem fog vastapsot csinálni. Tehát akkor A. A. Jó, bejött akkor, amit akartam, az elterelés hadművelet. Az egy hülyeség, amit mondtam, nem ettől függ. Érdekes módon ez a szinkronizáció-deszinkronizáció, ami okozza, és akkor elmondom gyorsan, hogy ez mi. Akkor alakul ki a vastaps, amikor a leghalkabb az egész tapsvihar úgy általában véve. És azért kezd kialakulni, mert az emberek egyébként is, ha azt szeretné a rendszer, ami most a tapsoló embereket jelenti, hogy egyszerre történjen ez a dolog. Mert hogy akkor van benne egy ritmikusság. Erre törekszik, és amikor elhalkul a taps, akkor esetleg meghallja a többi ember egy olyan esetleg kicsit hangosabb tapsot a tömegből. És akkor ahhoz próbál majd igazodni. Ez mekkora? És ezután ugye elkezd folyamatosan növekedni a hangereje a tapsviharnak, ahogy ez a felfokozott dolog történik, és amikor elér egy bizonyos hangerőt, akkor teljesen szétesik a ritmusa is, és akkor egy ilyen deszinkronizált állapot lép fel az egészbe. Ez mekkora? És az az érdekes, hogy van egy ilyen kicsit tömegpszichológiai sem mögé kapcsolódik. Egyébként Barabási László, Vicsek Tamás és Néda Zoltán egy 2000-es cikkeit. Nagyon rá vagy kattam a mostanában Barabási. De ez véletlen, ez tök véletlen volt, hogy ezt most őt találtam meg. És ezt ők kutatták, és azt mondták, hogy ez a szinkronizált állapot, ez a lassabb, halkabb tapsolás egy kellemes érzetet nyújt a tömegbe, egy ilyen összetartozás érzés. Meg a művésznek milyen kellemes. Igen. És amikor egy deszinkronizált állapot jön létre, ez a hangosabb, gyorsabb tapsolás, az pedig egy felfokozott, lelkesebb tudatállapot, ami egy picit az egyéni, nem tudom, dolgodat, lelkiállapodat próbálja éppen kifejezni. És ez a kettő váltakozik mindig.
Az tök jó. Akkor 2-2. És nem azért, mert olyan okosak voltunk. Hát mindig tanulunk egy kicsit a másiktól. Egyébként ez tényleg jó volt. Úgyhogy ha ti is úgy érzitek, hogy tanultatok valamit ebből az adásból, akkor azt jelezzétek egy vastapssal, vagy pedig egy lájkkal, de ha azzal se, akkor egy megosztással, hogy más is tanulhasson belőle. Mi pedig örülünk neki, hiszen annál több helyre eljut a podcast. Nem beszélve arról, hogyha esetleg még szeretnétek minket támogatni egy jelképes összeggel, akár egy hamburger árával a Patreon oldalunkon, akkor azt tegyétek meg www.patreon.com/szertár. És ha így tesztek, akkor még nagyon sokáig hallgathatjátok a szertáradásokat, ugyanis ezzel hozzá tudtok járulni a műsorkészítési költségeinkhez. Egyébként pedig kövessetek minket Facebookon, YouTube-on és Instagramon is. Sziasztok! Hello!